Nagyon fontos szerintem valóban, hogy itt egy elég forgalmas helyen sikerült átadni a harmadik új kormányablakunkat. Ugye két évvel ezelőtt már 29 helyszínen átadtunk kormányablakokat, összesen 99 ablakot vagy ügyintézési pultot. Ugyanakkor, amikor ezt elkezdtük, csak kb. 29 ügyet lehetett ezekben intézni. Most már 250 fölött van ezeknek a száma, 262 ügyet lehet intézni a most átadott kormányablakban. De biztos vagyok benne, hogy 3 hónap múlva, 6 hónap múlva és 9 hónap múlva még többet lehet, hiszen a 29-ből a 260-ig fél évente szépen bővülve nőtt azoknak az ügyeknek a száma, amelyek intézhetők, és valóban a következő hónapokban még 40-nel nő azoknak a helyszíneknek a száma, ahol a kormányablakokban az ügyek elindíthatóak, és ez a szám még inkább több százas nagyságrendbe fog fölfutni az év végéig, hogyha mindenhol kialakításra kerülnek a kormányablakok. Ugye ezekben a kormányablakokban akár előzetes bejelentkezés nélkül elintézhetik az ügyeiket az állampolgárok. Kiemelt ügyfélforgalomra számítanak esetleg itt a Ferihegy közelében, pont a repülőtér közelsége miatt? Úgy gondoljuk, itt nagyon sokan fognak megfordulni. Ugye mindenki láthatja, hogy ez a kormányablak éppen egy könyvesbolt és egy barkácsbolt mellett van, és körbe mindenfajta más üzlet is található. Nem azt kértük az emberektől, hogy jöjjenek be oda, ahol a közigazgatás dolgozik, és intézzék ott az ügyet, hanem azt mondtuk, kijövünk oda, ahol az emberek a hétköznapjaikban megfordulnak, hogy itt be tudjanak térni két másik bolt között a kormányablakba, és itt tudják a hivatalos ügyeiket is elintézni. 24 éve nagyon sok kormányzat mondta azt, hogy egységes, egyablakos ügyintézésre van szükség, és az állampolgárokhoz közel kell hozni. Itt a polgárok között vagyunk, teljesen kilépve minden közigazgatási közegből, és itt valóban most már megvan az az ablak, ez a kormányablak, ahol most 262, de egy év múlva már több mint 1000 ügyet tudnak intézni. Úgyhogy végre tényleg az állampolgárokat szolgálja a közigazgatás, nem uralkodni akar rajtuk, hanem szolgálni őket. Vannak-e már visszajelzések az eddigi kormányablakok tapasztalatai alapján, vagy még nagyon frissek ezek az események? Mivel ugye régebb óta működik 29 kormányablakunk, ezért vannak visszajelzéseink, hogy egyértelműen az emberek szeretnék, hogyha minél több ügyet lehetne intézni, főleg a vidéki részekben azt is szeretnék, ha több kormányablak lenne, tehát közelebb lenne hozzájuk. Ott nagyon sok ügysegéd egyébként szinte házhoz megy, hiszen a legkisebb településen is van az ügysegédeknek ügyintézési fogadóra ideje, amikor a kis településeken is hozzájuk lehet fordulni minden ügyel, úgyhogy bőven van erre igény. A megelégedettség nyilván nagyon magas, hiszen ez egy újfajta kiszolgálási szint, újfajta minőség, amit az emberek üdvözöltek nagyon sok helyen, úgyhogy nagyon jó lépés az, hogyha minél több kormányablakot nyitunk. Nagyon fontos ahhoz továbbiakban, hogy azok, akik itt dolgoznak a kormányablakokban, azok külön kiképzést kaptak erre. 6000 embert képeztünk tovább kormányablak tisztviselőnek, és ez nem csak egy tárgyi tudást jelent, a jogszabályok ismeretét, a formanyomtatványok ismeretét, hanem egyfajta hozzáállást is, hogy reggel 8-tól este 8-ig váltott műszakban mindenkit mosolyogva és türelemmel fogadjanak, hiszen azoknak az embereknek ez az ügy a legfontosabb abban a napban, hogy elintézzék, éppen ezért kell mindenkihez ugyanazzal az empátiával viszonyulni. A pozitív tapasztalatok mellett tapasztaltak-e esetleg olyan dolgokat, olyan tényezőket, amelyek még csiszolásra szorulnak? A legfontosabb szerintem az, hogy minél több kormányablakunk legyen, tehát minél több ügy legyen valójában intézhető. Szigorítottunk nagyon sok határidőt, hogy 21 nap alatt is el kell intézni a közigazgatási ügyek jó részét, illetve azok az ügyek, amelyeket a kormányablak önmagában nem megold, csak továbbít, hiszen nyilvánvalóan nagyon sok hatósághoz lehet innen tovább küldeni az ügyeket, ezeket egy napon belül, egy munkanapon belül továbbítsák, így ha valaki idejön, akkor másnap már az illetékes hatóságnál van a saját ügye, de neki nem kell azzal foglalkozni, hogy most melyik hivatal, melyik főosztály, melyik hatóság, mindenkinek csak a legközelebbi kormányablak címét kell megtudni, mert a kormányablak onnantól kezdve az ő ügyét azokba az irányokba küldét, akár 6 helyre is, hogyha 6 féle ügye van, ahova annak landolnia kell. A mi dolgunk az, hogy tudjuk, hogy a hivatal melyik része foglalkozik vele, az állampolgároknak ezzel nem kell foglalkozni, csak azzal, hogy reggel 8-tól este 8-ig a legközelebbi kormányablakba elmenjenek.